karácsonyi roham. A nyíregyházi üzletekben is rengetegen vásárolnak ezekben a napokban. A sláger termékek továbbra is a műszaki cikkek és a háztartási kisgépek. Áfa csökkentés a vendéglátásban. A szakma szerint ezzel javulhat az alacsony jövedelmezőségű vendéglátó helyek versenyképessége. Vállalt fejlesztések, térítésmentesen ad át már befejezett beruházásokat Nyíregyházának a LEGO, hangzott el a városi közgyűlésen. Javában tart a nagy karácsonyi roham az üzletekben. Az Országos Kereskedelmi Szövetség várakozása szerint a teljes kiskereskedelmi forgalom év végére túllépheti az 1000 milliárd forintot. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A nyíregyházi üzletekben is rengetegen vásárolnak ezekben a napokban. A sláger termékek továbbra is a műszaki cikkek és a háztartási kisgépek. A megnövekedett forgalom miatt a vásárlóknak ajánlatos jobban odafigyelni arra, milyen áru és minőségű termék kerül a valós vagy virtuális kosaraikba. Hosszú sor áll az egyik bevásárlóközpont üzletének pénztára előtt, a vásárlók egymás után viszik a kasszához a kiszemelt árucikkeket. Az előzetes adatok szerint decemberben a Mikulás, a Karácsony és a Szilveszter, az ajándékok és az ünnepi élelmiszerek húzzák felfelé a kiskereskedelem mérlegét. A Kiskereskedelmi Szövetség szerint várhatóan az ünnepi asztalra valókra, valamint az ajándékokra egyaránt 90-90 milliárd forintot költenek majd a vásárlók. Az egyik nyíregyházi bevásárlóközpontban tavaly óta növekedett a vásárlók száma, az adventi hétvégéken pedig szintén élénkülő forgalmat tapasztaltak. 2016. decemberében az előző évhez képest 5-10%-kal növekedett a látogatók és a vásárlók száma. Az idei évben 8 új üzletet nyitottunk, azt gondolom ez is hozzájárult, és a külső gazdasági környezet is. Egy ilyen adventi hétvégi vasárnapon akár duplájára is növekedett a látogatók száma a Korzó bevásárlóközpontban. A sláger termékek között továbbra is ott vannak a műszaki cikkek, a televíziók, telefonok, könyvek és a háztartási kisgépek. A vásárlók túlnyomó rész kisgépeket keresnek a szórakoztatóipari termékek mellett. Ide sorolnám a notebookokat, táblagépeket, okostelefonokat és az okostelefonok kiegészítőit. Ezek a legkeresettebbek mostanság. A tapasztalatok szerint ruházati cikkeket is sokan keresnek karácsony előtt. A mi boltjainkban úgy van, hogy kisebb termékeket vesznek, ami azt jelenti, hogy egy-egy öv, mivel férfiaknak minden nadrágban jó, ha van egy-egy öv, ne kelljen vele bajlódni. A másik pedig az, hogy pénztárca, sálak, amik nagyon divatosak ma már. A következő pedig a nyakkendő. Nagyon tudom ajánlani mindenkinek, mert egy szép nyakkendővel az ünnepet emlékezetessé tudja tenni. Az egyik internetes áruösszehasonlító portál vizsgálata szerint idén sokan az interneten rendelik meg és fizetik ki szeretteik ajándékait. A magyar internetezők átlagosan 30.500 forintot szánnak a karácsonyra, főként ruházati cikkeket, könyveket, szépségápolási termékeket, kozmetikumokat, valamint játékokat vásárolnak családjuknak. A hagyományos vásárlásnál kockázatosabb internetes rendeléskor a szakemberek szerint azonban nem árt több dologra odafigyelni. Tudni kell azt, hogy az online rendelés esetén 14 napunk van a elállásra, tehát ez azt jelenti, hogy mindenféle indoklás nélkül írásban a kereskedőhöz küldött levélben vagy e-mailben elállhatunk a szerződéstől, de azt is tudni kell, hogy ezzel egyidejűleg a terméket is vissza kell szolgáltatni. Másik tanácsom az, hogy tájékozódjunk arról, hogy bankkártyás fizetés esetén esetleg milyen buktatók vannak, így karácsonytáján sokkal célszerűbb inkább utánvétel megrendelni a terméket. Figyeljük azt meg, hogy szállítás és csomagolási költség terheli az árut. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén az első 9 hónapban 5%-kal nőtt az áruházak, boltok értékesítése. Az előzetes számítások szerint decemberben is 5%-kal nőhet a kiskereskedelmi forgalom, de nem zárható ki nagyobb emelkedés sem. 27%-ról 18%-ra csökken a vendéglátás áfája jövőre. 2018-ban tovább mérséklődhet 5%-kal. A szakma szerint ez mindenképp javítja majd az alacsony jövedelmezőségű vendéglátó helyek versenyképességét.
Ebben az évben forgalomnövekedéssel zárnak az éttermek, kávézók, új cégek viszont kevésbé alakulnak, mert jelentős az ágazatban a munkaerőhiány. Átlagos napi forgalom egy megyei városi étteremben és kávézóban. A lakosság több pénzt hagyott ott idén az éttermi szolgáltatóknál, mint az előző években. A turisztikailag forgalmas helyeken pedig kimondottan jó évet zárnak a vendéglátósok. A kis és közepes vállalkozásoknak jövőre a legnagyobb nehézséget a béremelések kigazdálkodása fogja okozni. Az 5%-os foglalkoztatói járulékcsökkentéshez bértámogatás is szükséges lenne. Így tudnák megtartani az áraikat és dolgozóikat, mondta 35 perc című műsorunkban Csekő Balázs vállalkozó. A vendéglátásban lesz egy áfacsökkentés, ami valamelyes kompenzáció, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez egy részleges vendéglátóipari áfacsökkentés lesz, mert csak meghatározott termékkörre vonatkozik, és csak meghatározott, tehát a helyben fogyasztott termékekre, ami azért összességében egy viszonylag egy durván egy ilyen 40-50%-os értékesítési rátával fog majd bízni. 27%-ról 18%-ra mérséklődik a helyben fogyasztott ételek áfája, és ez a csökkenés azokra az italokra is vonatkozik, amit a vendéglátós helyben készít el. 2018-ban tovább csökkenhet az adó nem ebben a szektorban, viszont turisztikai hozzájárulást kell majd fizetniük az éttermeknek is. A szakmában nehezményezik továbbá, hogy a mostani áfa csökkentés nem vonatkozik a munkahelyi étkezdékre, büfékre. Térítésmentesen ad át már befejezett beruházásokat Nyíregyházának a LEGO, hangzott el a városi közgyűlésen. A cég gyárának építésekor vállalta, hogy a fejlődéséhez szükséges utakat, csapadékvíz elvezetőket, valamint közvilágítást a saját költségén kiépíti, majd azt ingyenesen átadja a megyeszékhelynek. Az ülésen a képviselők emellett szavaztak a helyi köznevelési tanács létrehozásáról. Jóváhagyták a térségi hulladékgazdálkodási nonprofit Kft. És az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Egyesülését, és napirendi pont volt a háziorvosi körzetmódosítás is. Pontosították a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteket Nyíregyházán. Erre azért volt szükség, hangzott el a városi közgyűlésen, mert évről évre változik egyes utcák neve, lakóinak száma, valamint az ellátásokat biztosítók személye is. A közgyűlésen a térségi hulladékgazdálkodási nonprofit Kft. És az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Egyesülését is jóvá hagyták. Itt a két hát térségben dolgozó hulladékfeldolgozó cégeknek gyakorlatilag egy átalakításáról van szó, egy egybeolvadásáról bizonyos tekintetben, illetve a különböző funkcióknak a szétválasztásáról. Tehát a lakossági szemét szállítás az átkerül a Észak-Alföldi hulladék feldolgozó, illetve a konténeres szállítás az pedig a térséginél marad. Tulajdonképpen a funkciók, a lakosság ugyanúgy ki lesz szolgáltatva, tehát a lakosság ebből nem fog semmit észrevenni. A megyeszékhely közgyűlésén elhangzott, a LEGO térítésmentesen ad át már befejezett fejlesztő beruházásokat Nyíregyházának. A cég ugyanis gyárának építésekor vállalta, hogy a fejlődéséhez szükséges utakat, csapadékvízelvezetőket, valamint a közvilágítást a saját költségén kiépíti, majd azt ingyenesen átadja a megyeszékhelynek. A csaknem 110 millió forint értékű beruházás együttes úgy lesz az önkormányzat tulajdona, hogy az azt terhelő áfa fizetési kötelezettséget a cég vállalja át, csak az üzemeltetésért lesz majd felelős a város. Azonban több képviselő szerint aggodalomra adnak okot a közelmúltban elterjedt hírek a LEGO-ról. A LEGO hosszabb ideig kívánja a gyártását leállítani, nem kis aggodalmakat okozva ezzel az ott dolgozók számára. Ami még ennél is sokkal aggasztóbb, hogy olyan hír is szájra kelt, hogy jövőre Ukrajnából kívánnak majd munkavállalókat toborozni a megyei dolgozókkal szemben. Ez bár megcáfolásra került a LEGO részéről, viszont tanácsosnak tartanánk a városvezetés részéről, hogy a jövőben egy általános vészforgatókönyvet dolgozzon ki, arra vonatkozólag, hogy a nyíregyházi fiótelepen rendelkező nagyvállalatok, hogyha esetleg tömeges elbocsátást hajtanának végre, akkor valamilyen formában a város tudja segíteni ezen nyíregyházi lakosokat.
A közgyűlésen többek között megszavazták a Nyíregyházi Ifjúsági Ház ismertebb nevén a Mustárház további működését, valamint az épület felújítását. Napirendi pont volt több közterület elnevezése is, hiszen több eddig lakatlan területbe épült az élénkülő ingatlanpiaci helyzet miatt, például Oroson, az Oláréti Vadas, Tanyán, valamint Vargabokorban is. Az ülésen a helyi köznevelési tanács létrehozásáról is szavaztak. A valóban szakmai fórummá válik, és azokat a hibákat, amelyek a mai köznevelésben, közoktatásban felelhetők, ezt továbbítani tudja a köznevelési tanács, akár az országgyűlési képviselő keresztül a parlament felé, vagy az államtitkár felé, akkor van értelme. Hogyha a köznevelési tanács csak azért jön létre, hogy meghosszabbított keze legyen a kormányzati szándéknak vagy akaratnak, akkor sok értelme nincsen. De én azt gondolom, hogy az egyetlen lehetősége most az önkormányzatnak az, hogy olyan fórumokat hoz létre, amelyeken keresztül több információhoz tud jutni a közoktatásból, hiszen az látszik, hogy ma már az önkormányzatnak olyan kevés lehetősége van arra, hogy megfelelő információkon keresztül tudjon döntéseket hozni, vagy döntéseket kieszközölni a klikken keresztül mondjuk a kormánytól. Az év utolsó nyíregyházi közgyűlésén hagyomány szerint elismerték a városban kiemelkedő tevékenységet végzőket. Az emlékérmek és emléklapok mellett polgármesteri elismeréseket, valamint Nyíregyháza város nívódíját is átadták. Utóbbit a Contitech vezetője Jókai László vehette át. Megszorítások helyett a könnyebb élet lehetőségét hordozza a magyar emberek számára 2017. Jelentette ki Petneházy Attila, a Fidesz országgyűlési képviselője nyíregyházi tájékoztatóján. A kormánypárti politikus a Fidesz által szervezett hagyományos kossuth-téri karácsonyi italosztás alkalmából arról beszélt, Nyíregyháza teljesítményét az egész országban elismerik. Elmondhatjuk így közösen egész Magyarországra és Nyíregyházára is, hogy most már az újabb év az nem a megszorításokat jelenti a magyar embereknek, hanem mindig újabb és újabb lehetőségekkel bővül az, ami könnyítheti az emberek életét, családi kedvezményre gondolok, béremelésekre, és nem áremelkedések, és nem adóemelések következnek. Aggasztóak a területi társadalmi és szociális egyenlőtlenségek Magyarországon. Ezek kiegyenlítésére a bérek elosztásán, valamint az oktatási és a nyugdíjrendszeren szükséges változtatni, jelentette ki Lendvai Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki politikus elmondta, a kormány által bejelentett béremelést ki kell terjeszteni a közmunkásokra. Folytatni kell az MSZP által megkezdett nyugdíjkorrekciós programot, és el kell kezdeni a vidéki oktatás módszertani decentralizálását. Létfontosságú az oktatás módszertani decentralizálása. A pénzt nyilván egyformán biztosítani kell egy szegény falu iskolájának és egy budapesti iskolának, de a tananyag elsajátításának módjában, a sajátos igényű gyerekeket tanító pedagógusok képzésében, a tananyag ütemezésében, az osztályok létszámában mindenképpen előnyösen kell megkülönböztetni azokat a megyéket, ahol, mint Szabolcs megyében is, különösen nagy a halmozott hátrányokkal küzdő gyerekek száma. Baleset történt Nagykálló és Napkor között ma délelőtt. Egy személygépkocsi előzés után visszatért a sávjába, ahonnan a csúszós útról árokba csapódott. Az autó egy fának is neki ment. A mentők két sérültet szállítottak kórházba. A jármű totál károsra tört. Megjelent a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle legújabb száma. A kötetről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Győzelemmel zárta a bajnokság első szakaszát a nyíregyházi kosársuli. A 10. fordulóban lejátszott mérkőzésen Farkasénszky Gyuláni együttese 94-56-ra verte a MAFC csapatát. A két ünnep között sem maradnak játék lehetőség nélkül a kispályás foci szerelmesei. A 7. Fuchstek Sunshine FM műfüves tornán 32 csapat léphet pályára. Megjelent a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle legújabb száma. A folyóirat idei utolsó negyedik kötete 1956-os emlékeket idéz, és Kerényi Károly Norvégiában megjelent művét is visszaemeli a köztudatba, közölte a főszerkesztő Karádi Zsolt.
Az értékteremtő és közvetítő lap a megyei önkormányzat anyagi támogatására is számíthat már hosszú évek óta. Átfogó, mégis szubjektív, így lehetne jellemezni a szabolcs-szatmár-beregi szemlét, amely már 1957 óta mutatja be a megye gazdag szellemi és kulturális értékeit. A negyed évente megjelenő folyóirat legújabb számát a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban mutatták be, itt működik a lap szerkesztősége is. A főszerkesztő Karádi Zsolt ismertette a kötet témáit. A számnak az egyharmada 1956 emlékének szentelődött. Ebben a rovatban olyan cikkek kerültek egybe, amelyek a levéltárban az évforduló kapcsán szervezett tudományos konferencia egyes előadásainak szerkesztett változatai. Meggyőződésem, hogy ezt a számot a továbbiakban is a történettudomány is alapműként fogja kezelni. Fantasztikusan érdekes tanulmányokat sikerült közölnünk. Úgy szintén nagyon izgalmas egy Kerényi Károly szöveg, amely Norvégiában jelent meg 1960-ban, és Kerényi Károly egyébként nincs eléggé a köztudatban, a szellemi köztudatban, így talán ez a cikk is ismét ő rá is irányítja a figyelmet. Az értékteremtő és közvetítő munkát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat is támogatja, közölte Baracsi Endre. A folyóirat hosszú évek óta a minőséget képviseli, ezért is fontos a megjelenés segítése, tette hozzá a közgyűlési alelnök. Ez egy olyan lehetőséget jelent a megyei íróknak, illetve azoknak az embereknek, akik a megyei tudományos életben vagy akár a közéletben olyat alkottak, ami mindenképpen érdemes arra, hogy megjelenjen, hogy ez valóban számukra egy transzparencia, és mindenképpen nagyon fontos, hogy ez folyamatosan tudjon működni, hiszen ez valóban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzatának alapja, és ezt valóban igyekszünk is így kezelni. A szemle legújabb számában a szerkesztők nekrológgal emlékeznek a nemrégiben elhunyt Nagy Ferencre, aki maga is tevékenyen részt vett a kötet elkészítésében. Győzelemmel zárta a bajnokság első szakaszát a nyíregyházi kosársuli. A 10. fordulóban lejátszott mérkőzésen Farkasénszky Gyuláné együttese 94-56-ra verte a MAFC csapatát. Az NKS jövő hétfőn Miskolcon a HEP Kupa negyeddöntőjében játssza idei utolsó meccsét. A középmezőnyhöz tartozó MAFC ellen lendületesen kezdett az Éllovas NKS, az első negyedet 31-18-ra nyerték a hazaiak. A második 10 perc szorosabb volt, de a fiatalokat pályára küldő nyíregyháziak abban is jobbnak bizonyultak egy ponttal fővárosi ellenfelüknél. A nagy szünet után ismét felpörgött a házigazda, aminek egy 19 ponttal megnyert játékrész lett az eredménye. A záró negyedben tovább nőtt a két csapat közötti különbség, végül 38 ponttal győzött a kosársuli. Mi nem váltottunk védekezni, végemberfogást fogtunk, mert ugye ezzel annyira sakban tudtuk őket tartani, és annyira nem tudták megoldani. Nekünk meg jó volt, mert gyakoroltuk azt, hogy a kinti dobásról hogy nem tudunk odaérni, mert ugye szinte minden három pontos dobást, amit elengedtek, azt mi lazán elvédtük, tehát egyedül abból tudtak pontokat elérni. Nekünk viszont annálnak jól működtek a támadásaink, tehát volt úgy, hogy sima egyszerű játék volt, tehát palánkarat, tiszta zicsereket tudtunk dobni, de szerzett labdáink voltak. Én azt hiszem, ez egy ilyen felszabadult, jó kis mérkőzés volt. Ugye késő esti volt, mert 7:30-kor kezdtük a mérkőzést, és mi után maradtunk egy kicsit mikulásozni, tehát ez egy ilyen ünnepi hangulatban telt mérkőzés volt. Farkasénszky orsolya a szokásosnál kevesebbet, 24 percet játszott, igaz, ez alatt az idő alatt is 17 pontig és 7 lepattanóig jutott a center. Én a többi mérkőzésen is szívesen átadnám már a helyemet a fiataloknak, ez az utolsó mérkőzés pedig megengedhette azt, hogy akár kompletten a kadett sorunk is pályán lehessen, és tudták bizonyítani azt, hogy nekik helyük is keresnyolójuk van ebben a bajnokságban, mert nagyon szépen ügyesen játszottak. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli vezeti 9 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve a 8-1-es mutatóval rendelkező Szegedet és a 7-1-el álló Vasas Akadémiát. Az NKS hétfő Miskolcon a HEP Kupa negyeddöntőjében a DVTK U23-as csapata ellen lép pályára. A két ünnep között sem maradnak játék lehetőség nélkül a kispályás foci szerelmesei. A 7. Fuchstag Sunshine FM műfüves tornán 32 csapat léphet pályára. A nyíregyházi Filó foci csarnokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttesek mellett budapesti és határon túlról érkező gárdákat is láthatnak az érdeklődők.
Az év vége a futballban, egyben a kispályás tornák időszaka is, a sportág művelői örömmel ragadják meg az alkalmat, hogy lemozogjanak valamennyit a felszedett plusz kilókból. December 26-án és 27-én már hetedik alkalommal rendezik meg a Filó foci csarnokban a megye legnagyobb pénzdíjat kínáló tornáját, amelyre az ország több megyéjéből és a határon túlról is neveztek csapatok. Elég széles a skála, hiszen baráti társaságok cégeken kívül ugye megyei szintű csapatok, tehát megye 1, megye 2, megye 3-as csapatok, illetve az NB-s játékosoknak a baráti társasága is elérhető lesz a tornán. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezúttal is jó hangulatú meccseket és sok nézőt várnak a szervezők. Ennek az a titka, hogy egy nagyon jó környezetben van a torna, maga a Filócsarnokban, ahol egy igazi profi műfüves pálya, lelátóval, jó infrastruktúrával, és nyilván egy komoly pénzdíjjal, nagyon sok csapattal, általában 32 csapatos a torna, és annyian össze is jönnek bőven, most ha többen jönnek idén, akkor lehet, hogy még nagyobb lesz, nézőket már alig tudják el helyezni, de mindig nagyon jó hangulatú, hiszen karácsony másnapján indul a torna, most is 26-27-e, amikor már tényleg mindenki letette a nagy nyüzsgést, letette a rohanást, és akkor kicsit el tud hangolódni a sportra, a focira, a jó hangulatra. Az 550 ezer forintos pénzdíjból a győztes 250 ezeret, a második helyezett 150 ezeret, a harmadik 100 ezeret vihet haza, és még a negyedik helyezett csapat is gazdagodik 50 ezer forinttal. A tornán a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is díjazzák a szervezők. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Javában tart a nagy karácsonyi roham az üzletekben. Az Országos Kereskedelmi Szövetség várakozása szerint a teljes kiskereskedelmi forgalom év végére túllépheti az 1000 milliárd forintot. A nyíregyházi üzletekben is rengetegen vásárolnak ezekben a napokban. A slágertermékek továbbra is a műszaki cikkek és a háztartási kisgépek. 27%-ról 18%-ra csökken a vendéglátás áfája jövőre. 2018-ban tovább mérséklődhet 5%-kal. A szakma szerint ez mindenképp javítja majd az alacsony jövedelmezőségű vendéglátóhelyek versenyképességét. Ebben az évben forgalomnövekedéssel zárnak az éttermek, kávézók, új cégek viszont kevésbé alakulnak, mert jelentős az ágazatban a munkaerőhiány. Térítésmentesen ad át már befejezett beruházásokat Nyíregyházának a LEGO, hangzott el a városi közgyűlésen. A cég gyárának építésekor vállalta, hogy a fejlődéséhez szükséges utakat, csapadékvíz elvezetőket, valamint közvilágítást a saját költségén kiépíti, majd azt ingyenesen átadja a megyeszékhelynek. A Kölcsei Televízió iradóját látták december 15-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, addig is műsorainkért és további hírekért böngészszék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos, de hideg időre számíthatunk. Északkelet felől száraz hideg levegő áramlik térségünkbe, emiatt erősödik az éjszakai lehűlés. Az éjjel fokozatosan kiderül az ég, csapadék nem lesz, az északi szél helyenként megélénkül, reggelre általában mínusz 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire derült, napos idő várható, csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban egészen a jövő hét végéig csendes, hideg téli idő várható, éjszaka többfelé zúzmarás köddel, napközben tartósabban felhős területekkel, de lesznek napsütötte vidékek is. Erős lesz az éjszakai lehűlés, és napközben is fagypont körül marad a hőmérséklet. Nagyrészt csapadékmentes időnk lesz, és komolyabb változást a hazánkat hétfőn északkelet felől súroló hidegfront sem hoz. Időjárásunkban kisebb havazás legfeljebb akkor várható.